Számos más sportákhoz hasonlóan a jetskisek számára is felborult az idei versenynaptár. Az Európa-bajnoki futamok három helyszíne közül Portugália lemondta a rendezést, így idén két fordulóban dől el az érmek sorsa. Az egyik verseny helyszíne a Leveleki tó, ahol az öreg kontinens legjobbjai mellett a világ legjobb juniorkorú versenyzői is gépre szállnak. Mivel a tavaszi-nyári időszakban több verseny is elmaradt, rekordlétszámú mezőnyre számítanak a szervezők. Nagy öröm számunkra, hogy ebbe a nehéz helyzetbe is. Most úgy néz ki, hogy még ráfejeltünk a tavalyi évre. Ugye ezt tavaly is elmondtuk, hogy 13-14 év után sikerült EB-t rendeznünk. Ugye fontos, hogy Nyíregyháza Levelek. És tavalyi évben 21, az idén már 22 nemzet versenyzői fogják képviseltetni magukat. Ez azt jelenti, hogy közel 130 versenyző. A nyíregyházi Hársfalvi Gerge egy magyar bajnoki futamon és két Alfa Kardia Kupa versenyen hangolt az Európa bajnokságra, amelyen dobogóra szeretne állni. Én a runabout kategóriában, ami ülős jetskit jelent, ebben indulok. Itt négy versenyszám van, GP1, GP2, GP4 és veterán GP1. Én a GP1 és GP2 kategóriában indulok. A GP1 az gyakorlatilag az ülős jetskik király kategóriája, itt 450 lóerő fölötti motorteljesítményű hajókkal megyünk. A GP2 az egy közel gyári kategória, itt ilyen 350-370 lóerős hajókkal versenyzünk. A tavalyi évben sikerült egy bronzérmet szerezni, most legalább ez a cél, valahogy a dobogóra kerülni a GP2 kategóriában. A GP1 az egy nehezebb dió lesz, hiszen a sok elmaradt verseny miatt nagyon rangos nemzetközi szintű stáb fog megérkezni, és versenyzők érkeznek, úgyhogy ott már keményebb lesz a menet. A győri színekben versenyző Süli Csaba már a hét eleje óta leveleken készül. A juniorok között induló 14 eszendő jazzkis családindítatásra választotta a sportágat. Én 2018-ban álltam először jazzkire az unokatesóimmal. Az unokatesóim világbajnokok, úgyhogy megalapozták a sportágat. Jászai Csongor is éremért indul harcba a junior világbajnokságon. A 13 éves fiatalember tisztában van azzal, hogy milyen út vezet a sikerhez. A taktika az, hogy elrajtolunk és húzzuk a gáz, de figyelni kell, hogy a split még gyorsabb, hogy kiérjünk hamarabb, építsünk ki előnyt, hogy ne szakadjunk le a másikról, hogyha mondjuk az egyik split gyorsabb, akkor menni mögötte nyomás gyakorolni rá. Tehát sok kis dologból összerakódik egy nagy, és abból, hogy lehet kihozni a legjobbat. A verseny csütörtök este a Leveleki tónál a megnyitó ünnepséggel kezdődik. Pénteken, szombaton és vasárnap rendezik a futamokat, a zárónapon az esti díjátadóval ér véget az Európa-bajnokság és a junior világbajnokság.